Különleges eseménnyel indult Miskolcon az iskolai őszi szünet, pénteken elkezdődött a már sok esztendeje népszerű közönségkorcsolyázás a népkerti kettes jégcsarnokban. A csaknem 2 milliárd forintos beruházással megújult, legmodernebb technikát felvonultató csarnokká fejlődő jégfelületen pénteken este tehát elkezdődött a közönség számára is a korcsolyázási lehetőség, ami változatlanul óriási népszerűségnek örvend minden korosztály, de főként a középiskolások körében. Ám a beruházásnak köszönhetően nem csak a szabadidős sporttevékenység kap jobb lehetőségeket, hanem a jégkorong utánpótlás is az eddiginél jóval kedvezőbb körülmények között dolgozhat majd. Amíg a jeges felületek fő használói, egészen pontosan a DVTK Jegesmedvék Erste Ligás együttese Erdély túráját teljesítette, eközben nagy esemény történt azért Miskolcon a népkertben is, ugyanis a már sok esztendeje megszokott, megismert időponthoz képest egy hónappal hamarabb elindult az egyik legrégebbi és legkomolyabb népszerűségnek örvendő szabadidő sporttevékenység Miskolc városában. A közönség korcsolyázást kedvelők, de a DVTK Jegesmedvék akadémiai csapatai is a korábbinál jobb, korszerűbb körülmények között használhatják majd ezentúl a teljes egészében taós és akadémiai forrásból megújult második jégfelületet, hiszen a csarnok hőszigetelt és a legmodernebb technika segíti az üzemeltetést. Elkészült a kettes számú jégcsarnok, most már ez nem jégpálya, hanem jégcsarnok, az új neve, az egyes számú jégcsarnok mellett ez lett a kettes. Elkészült, ez egy közel 2 milliárdos beruházás eredményeként készült el, és viszonylag rövid idő alatt készült el a kivitelező a beruházással, és látható, hogy milyen minőségben, milyen szép látványt nyújt ez a csarnok már most is. Alapvetően az volt a célunk, hogy a jégidő kitolásával minél több lehetőséget nyújtsunk, jeges edzési lehetőséget nyújtsunk a sportolóinknak, itt elsősorban az akadémistákra gondolok. Versenyhátrányban voltunk eddig, mert a másik három akadémiának egész évben használható két jégcsarnok a fedett pályája van, és nekünk ez ugye nem volt használható a tavaszi-nyári őszi időszakban. Ugye általában november közepén indultunk ezzel a pályával, és február-márciusig tudtunk rajta dolgozni az időjárástól függően, de hát ma már olyan melegek a tavaszok is, az őszök is, sőt a telek is, hogy nem igazán tudtuk megfelelően használni ezt a pályát. Ezzel a beruházással egy egész évben használható pályát kaptunk. Remélhetően jóval alacsonyabb költségek mellett tudjuk ezt üzemeltetni, ezt a pályát, mint a jégcsarnokot. Bízom benne, hogy ez mindenkinek megelégedésére szolgál majd. A közönség korcsolyával fogjuk nyitni, ugye ez Miskolcon egy nagyon kedvelt szórakozási, sportolási lehetőség. Általában november közepén indultunk a közönségkorcsával, most ezt egy hónappal, majd csak egy hónappal meg tudjuk toldani, úgyhogy elindul a közönségkorcsolya szezon itt a Miskolci kettes számú jégcsarnokban. Én nagyon remélem, hogy nagyon sokan fognak jönni, és nagyon remélem azt is, hogy vigyázz rá mindenki erre a kis ékszer dobozra, hogy minél tovább, minél magasabb színvonalon tudjuk üzemeltetni, és a használók örömére ez magasabb színvonalú szolgáltatást is tudjunk nyújtani. Sok-sok pozitívum elhangzott már az előzőekben, mind a verseny, mind a szabadidős sport érintettjei számára is. A beruházás következtében megnövekedő jégidő érinti majd a közönség korcsolyázást is? Igen, a közönség korcsolyának a kedvelt időpontja az általában a hétvége, péntek, szombat, vasárnap. Mi annak ide sokszor teszteltük azt, hogy hétközben is tudunk-e közönségkorcsa időpontokat kínálni a használóknak. Mi azt vettük észre, hogy a hétközi időpontok azok nem igazán kedveltek. 10-20 embernél több nem jött, de ez tudható, látható, mai életmód mellett sokáig vannak iskolában a gyerekek, utána még megvannak a külön foglalkozások, úgyhogy nagyon kevesen használták hétközben. Jó lenne, hogyha ezt hétközben is sokan tudnánk használni, de 10-20 emberre nem érdemes a pályát megnyitni, azért egy kiszolgáló személyzet kell, pénztáros, korcsolyaélező, büfé, biztonsági személyzet, tehát 10-20 emberre ezt nem tudjuk megnyitni. Attól akkor sokkal hasznosabb, hogyha az egyesületi sportolók számára, akik szervezetten és biztos időpontokban, biztos használati idővel tudják a pályát használni.
Úgyhogy a hétvégék azok továbbra is nyitva állnak, sőt, most kezdődik az őszi szünet. És az őszi szünetben remélem, hogy többen fognak jönni, vagy sokan fognak jönni. Az őszi szünetben minden nap lesz lehetőség a közönség számára is korcsolyázni, de ezt mi szondázzuk, és hogyha olyan igények lennének, hogy még plusz időpontokra van szükség, akkor semmi akadály annak, hogy nyissunk. Egyébként tele lesz a pálya használókkal, itt több mint 500 jeges sportoló van most a Miskolcon, a hoki mellett természetesen meg kell említeni a short track-et, a kispályás gyors korcsolyát, a műkorcsolyát, a szinkronkorcsolyát, az amatőrök rendkívül komoly amatőr használat van, 3-4 amatőr jégkorong csapat van, akik jönnek ide esténként. Úgyhogy minden fajta igényt ki tudunk elégíteni, minden fajta igénylőnek a kívánságát, még voltak itt már születésnapok is, voltak itt különböző másfajta rendezvények. Úgyhogy készülünk arra, hogy színesítsük a programot, és most már az időjárástól függetlenül bármilyen külső körülmények mellett a pályát tudjuk nyitni és használni. Az eddig elhangzottak mellett az is komoly szempont, hogy a kettes jégcsarnok pályája a lehető legmodernebb eszközök és technológiai beruházásoknak köszönhetően az eddigiekhez képest alacsonyabb költségekkel üzemeltethető. Igen, ez a pálya, ez a ma lehető legkorszerűbb technikai, technológiai megoldásokat alkalmazva készült el. Képzeljük el egy nagy hűtőszekrényként, szigetelt a tető, szigeteltek az oldalfalak, szigeteltek a kijáratok, különböző zsilepek készülnek még el a bejáratoknál. Tehát én azt látom, hogy amit ma el lehetett képzelni és be lehetett építeni ide energiatakarékossági szempontból, az mind megvan, sőt még egy kis napelem is kapcsolódik a pályához, azzal is tudjuk csökkenteni a költségeinket, és maga a klimatizációja a csarnoknak is olyan, hogy bármilyen külső időjárási körülmények mellett mi azt a száraz hideg levegőt itt tudjuk biztosítani a pályahasználat, akkor meg lehet látni most is, hogy egy gram pára nincsen a csarnokban. Tehát én bízom benne, hogy ez drasztikusan fogja csökkenteni majd a költségeinket a másik csarnokhoz képest. Hát egy hónap múlva már konkrét számokat is fogok tudni mondani. Mindezekről a fejlesztésekről, a javuló feltételek adta előrelépésről pedig bárki meggyőződhet, aki ellátogat a Népkertbe és kipróbálja a közönség korcsolya megújult helyszínét. A közönség korcsolyázás időpontjai pedig megtalálhatóak a Miskolcvárosi Szabadidő Központ internetes felületén.